tehát ugye tudjuk a kémiából is, hogy kétféle anyag van, vízbe oldható anyagok és szerves oldószerekbe oldható anyagok, amelyek ugye vízben nem oldódnak, például ugye zsírokban oldható anyagok. Na most, hogyha a szervezetből ugye mindkét anyag van, ez természetes, ezért nagyon fontos a zsíranyagcsere. A zsíranyagcsere lófasz, hát a zsíroknak a bevitele a szervezetbe, és amire én gondoltam az, hogy gyakorlatilag ugye tudjuk, hogy a vizelettel ugye kiürülnek a vízbe oldható anyagok, a vizeletben nincsen zsír. Tehát ott nyilván zsírba oldható anyagok nem ürülnek ki. A székletben sincs zsír, tehát ott se ürülnek ki zsírba oldható anyagok. Akkor nyilván valahogy valahol azért kikerüljenek a zsírba oldható szennyeződések is a szervezetből, vagyis méreganyagok a szervezetből, mert ilyenek is biztosan vannak, és ezek nem máshol ürülnek ki, mint a bőr felületén ugye kiürülő zsír, tehát ami zsírosodik a bőr, és a hajon, tehát a hajon a zsíros haj, tehát nyilvánvaló, nagyon fontos ennek a kettőnek a tisztántartása azért, hogy eltávolítsuk ezeket a méreganyagokat, mert ugye azok a zsírba oldódnak, de azok nem csak kifele oldódnak, hanem befele is. Tehát a zsíros bőrön ugye az ott rajta van a méreganyag, zsírba oldható méreganyag, ugyanúgy vissza is vándorol a szervezetbe, ami nem jó. Tehát azt onnan el kell távolítani, mert ugye a vizeletet se tartjuk a vízhólyagunkba, a szart se tartjuk a seggünkbe, hogy ilyen csúnyán mondjam, és nyilván a zsírba oldható anyagokat sem fogjuk a bőrünkön tartani, és ezért is nagyon fontos a bőrnek és főképpen a hajnak a tisztántartása és a zsírtalanítása. Persze nem extrém, tehát nem olyan mértékben, hogy a bőr kiszáradjon, mert nyilván akkor, vagy a haj kiszáradjon, mert onnantól kezdve már nyilván nem fog tudni újra kiürülni, mert nem lesz meg a fluenciája ezeknek az anyagoknak, a zsíroknak. A zsírokon keresztül a kifele a szervezetből, tehát nyilvánvaló kell fogyasztani olyan olajokat és zsírokat, amelyek által könnyen zsírosodik a bőr, és el kell távolítani, tehát az a lényeg, hogy rendszeresen kell mosni, ugye nagy találmány, de a lényeg tényleg az, hogy van értelme is, tehát ezért, mert a szervezetből a saragtalanítás ugye a vizeleten keresztül történik, a székleten keresztül egy pici része, de ugye a másik nagyon fontos, a másik 50% ugye teoretikusan a zsírba oldható anyagok, azok pedig a bőrön és a hajon ürülnek ki, úgyhogy ezt el kell távolítani ugyanúgy, ahogy a szart se hagyjuk a seggünkön, ugyanúgy eltávolítjuk onnan a bőrünkről és a hajunkról is ezt a kiürült, zsírba kiürült méreganyagokat.